Nagy péntek, az év legcsendesebb, legmegrendültebb liturgiája. A Jézust jelképező oltár díszek nélkül csupaszon áll, egyben emlékeztet a Golgota csupasz sziklatömbjére is, amelyen a megváltás áldozata végbe ment. Ezért állítjuk ma rá kiemelkedő helyre a keresztet. A mai szertartás nem szent mise, csak emlékeztet rá, hiszen nincs benne átváltoztatás. Az Úr felmutatás helyett ma Krisztus keresztjét mutatjuk fel, és előtte hajtunk térdet. A mai liturgia három részből áll. Az első az ige liturgiája, melyben olvasunk Jézus szenvedésének titkairól, majd halljuk szenvedésének történetét. Ezután lélekben, a kereszt alatt állva, könyörgünk az egyház és az emberiség nagy kéréseiért. Ezt követi a mai szertartás második része, a kereszthódolat, mely során lélekben ott vagyunk a Golgotán, és hódolunk a meghalt Krisztus előtt. Végül következik az áldozás. A Szent Mise hiánya is Jézus halálára akarja irányítani figyelmünket. A tegnapi Szent Misén átváltoztatott ostjával áldozunk a mai napon. Most álljunk fel csendben. A pap Jézus kiontott vérét jelképező piros miseruhában némán vonul a főoltárhoz a minisztránsokkal, majd a földre borul az üres tabernákulum előtt. Ez az oltár most a Golgota. A leborulás egyszerre jelent gyászt, imádást, önátadást, kegyelemkérést, megrendültséget. Egy szóval hitünket, mellyel Krisztus keresztjére tekintünk. Velük együtt térdeljünk le mi is, és imádkozzunk lélekben a Golgotán. Istenünk, te az ősbűnnek az egész emberi nemre átszálló örökségét, a halált legyőztet szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak szenvedésével. Add, hogy mi hozzá hasonlókká váltunk, miként emberi természetünk révén hordozzuk a földi ember képét, úgy kegyelmétől megszentelve a mennyei ember képét is hordozhassuk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Izajás próféta Isten titokzatos küldöttéről szól, aki a nép és az emberiség bűneit hordozza, akit megvetnek, akit a fájdalom emberének lehet nevezni. Az apostoli egyház ennek a profétai jövendőlésnek fényében értelmezte Jézusnak a mi bűneinkért vállalt kínszenvedését. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Így szól az Úr. Íme, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik. Amint sokan elborzottak láttán, hisz oly istenennek látszott, és alig volt emberi ábrázata. Úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta, és királyok némulnak el színe előtt. Mert olyasmit fognak látni, amit még soha nem hirdettek nekik, és olyan dolognak lesznek tanúi, amelyről soha nem hallottak. Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja előtt kinyilvánult meg. Úgy nőtt föl előttünk, mint a hajtás, és mint gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes, hogy szívesen nézzük őt, a külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés, olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat nehezettek rá, mégis megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyektünk, ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, és ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémó nyírója előtt, ő sem nyitotta ki száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele, ugyan kitörődik ügyével. Igen, kitépték az élők földjéről, és népen bűnei miatt halállal sújtották. A gonoszok között adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt szájában. Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul, látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. Azért, mert lelke szenvedett, látni fogja a világosságot, és betelik megelégedéssel. Sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek zsákmányai, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben a bűnösökért imádkozott. Ez az Isten igéje. Thank you.
megalázott és szenvedő Jézus a mi reménységünk. Hová is mehetnénk bűneinkkel? Csak ő hozzá, aki megváltott minket a bűntől. Ki is adhatna erőt a szenvedés elviselésére? Ki segíthetne minket halál küzdelmünkben? Csak is Jézus, aki emberségünk minden szomorú velejáróját megtapasztalta, és vállalta, hogy mindezek elfogadásához példát és egyúttal lelki erőt is ad nekünk. Szent Lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ezért legyünk álhatatosak a hitvallásban, a mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett a bűntől, azonban mentes maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk. Krisztus földi életében hangos kiáltással és könnyek között imádkozott, könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatást nyert. Isten fia volt, de a szenvedésből engedelmességet tanult. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik neki engedelmeskednek. Ez az Isten igéje. Isten igéje. Az evangélium, ma Jézus szenvedés története, a passió. Az én Uram és Mesterem, az én barátom, akit szeretek, szenved. Szeretetből tartsunk vele, mint Veronika, vagy mint Mária. Ülve hallgassuk meg, miközben lélekben a kereszt előtt állunk, s így szemléljük, éljük át a tegnapi és mai napon történteket. Jesus.
Ezért Pilátus jött ki hozzájuk,
Látták, hogy már meghalt.
az egyetemes könyörgések következnek, melyek a mai napon hosszabbak a szokásosnál, ősi formájukban hallhatjuk ma ezeket. Az egész liturgiában, a Golgotán, a kereszt alatt állunk, és most így tárjuk közös kéréseinket az értünk meghalt megváltó elé. A pap minden könyörgés előtt közli a következő imaszándékot. Utána rövid csendben magunkban imádkozunk, egyesülünk az egyház imájával, amit a Szentlélek ébreszt bennünk, majd a pap összefoglalja a könyörgést. Ennek végén közösen válaszoljuk, ne csak megszokásból, hanem szívünk egész hitével. Amen. Azaz úgy legyen. Az Isten egyházáért imádkozunk, testvérek. Hogy Urunk Istenünk vezesse békében, növelje egységben, és az egész világon tartsa meg épségben, és adja meg nekünk, hogy békés nyugalomban éljünk, és dicsőíthessük a mindenható Atya Istent. Mindenható örök Isten, te örök dicsőségedet Krisztus Urunkban minden népnek megmutattad. Őrizd meg a megváltás művét, hogy egyházad az egész világon elterjedjen, és álhatatos hittel kitartson neved megvallásában, Krisztus, ami Urunk által. Amen. A Szent Atyáért, Ferenc pápáért imádkozzunk, testvérek. Az Úristen kiváltságos helyre emelt őt a püspöki rendben, az egyház javára tarts meg jó egészségben és erőben, hogy tovább kormányozhassa Isten szent népét. Mindenható örök Isten, te irányítasz mindent a világon. Hallgass meg irgalmasan könyörgésünket, és tarts meg kegyesen szent atyánkat. Segíts, hogy a keresztény nép gondviselésed kormányzásával ennek a pápának vezetése alatt gyarapodjék hitben és érdemekben Krisztus, ami Urunk által. Mostantól püspökünkért és minden püspökért, az áldozó papokért, a szerpapokért, minisztrálsokért, az egyházban szolgálatot teljesítő hívekért imádkozzunk, testvérek, valamint Isten egész népért. Mindenható örök Isten, szent lelked megszenteli és vezeti egyházad minden tagját. Hallgass meg minket, amikor a papságért és az összes hívekért hozzád esedezünk, hogy kegyelmed segítségével mindnyájan hűségesen szolgáljanak néked, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A keresztség előtt állókért imádkozzunk, testvérek. Az Úristen nyissa meg szívüket, és tárja fel előttük a kegyelem kapuját, hogy újjászületve a keresztség vizében bűneik bocsánatát elnyerjék, és immár ők is, a mi Urunk Jézus Krisztusban éljenek. Mindenható örök Isten, egyházadat mindig új tagokkal gyarapítod. Növeld a keresztelendőkben a hitet és az igazságaid megértését, és add, hogy a keresztség vizében újjászületve gyermekeid közé kerüljenek Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Most imádkozzunk összes testvéreinkért, akik Krisztusban hisznek, hogy Urunk és Istenünk őket igaz tetteik útján, az egyetlen egyházba gyűjtse össze és őrizze.
Mindenhat örök Isten, ami szétszórodott, te összegyűjtöd, és amit összegyűjtöttél, megőrzöd. Tekints kegyesen fiad nyájára is add, hogy a hitosztatlan épsége és a szeretet köteléke egyesítse azokat, akiket megszentelt az egy keresztség, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Most azokért imádkozzunk, akik nem hisznek Krisztusban. A Szentlélek világossága töltse el őket, hogy megtalálják ők is az üdvösség útját. Mindenhat örök Isten, add, hogy azok, akik még nem hisznek Krisztusban, őszinte szívvel járjanak előtted, és találják meg az igazságot. Mi pedig a kölcsönös szeretetben mindig előbbre haladjunk, és Isten életet titkának mélyebb megértésére vágyakozva. Tökéletesebb tanúságot tegyünk a világban Isteni szeretetedről, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Most azokért imádkozzunk, akik nem hisznek Istenben, hogy őszinte szívvel az igazságot keresve, megtalálják Istent, és kegyelmével eljussanak hozzá. Mindenhat örök Isten, te úgy alkottál meg minden embert, hogy vágyakozó szívvel keressen téged, és csak benned találja meg nyugalmát. Kérünk, add, hogy az emberek minden akadály ellenére örömmel valljanak igaz Istennek és az emberi nem atyának, és mindenki felismerje atyai jóságod jeleit, valamint híveid jó tetteinek tanúságtételét Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az államfőkért és a hatóságokért imádkozzunk, testvérek. Az Úristen irányítsa értelmüket és szívüket, hogy szándéka szerint szolgálják mindenki szabadságát és az áldott békét. Mindenhat örök Isten, kezedben van az emberek sorsa, és megszabod a népek jogait. Tekints kegyesen azokra, akik fölöttünk hatalmat gyakorolnak, és add, hogy az igazi békesség, a vallás szabadsága, a népek jóléte megvalósuljon az egész világon. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Most azért imádkozzunk, kedves testvéreim, a mindenható Istenhez, hogy tisztítsa meg a világot minden téveitől, a betegséget tartsa távol tőlünk, az éhínséget üzze el, a börtönöket nyissa meg, a bilincseket oldja fel, az utazóknak adjon biztonságot és szerencsés érkezést, a betegeknek gyógyulást, a haldoklóknak pedig örök életet. Mindenhat örök Isten, szomorúak vigasztalója, bajba jutottak erőssége. Jusson el hozzád könyörgésünk, amikor a sokféle bajból hozzád kiáltunk. Érezzük mindnyájan boldog örömmel, hogy a megpróbáltatások idején velünk van irgalmas jóságod, Krisztus, a mi Urunk által. Most kezdődik a mai szertartás második szakasza, a kereszthódolat. A mai liturgia lépésről lépésre hív bennünket a kereszttel való találkozásra. Eddig csak lélekben szemléltük Jézus keresztjét, de az nem volt látható, még az oltáron sem, mint máskor. Most előhozzuk a keresztet,
és felállítjuk azt a Golgota oltáron. Tekintsünk úgy a keresztre, mint Mózes idejében a pusztában vándorló választott nép a részkígyóra. Aki hittel tekint rá, az meggyógyul. A pap háromszor énekli, íme a szent keresztfa, és mi háromszor válaszolunk a szokott módon. Jöjjetek hát keresztények! Ez a háromszori imádás abban szeretne segíteni nekünk, hogy lélekben valóban a keresztre feszített elé tudjunk térdelni. Álljunk most fel! Következik mindannyiunk személyes találkozása a kereszttel. Nem egy fafeszület előtt hódolunk, hanem a Golgota keresztjén függő megváltó előtt. Őt érintjük meg, aki 2000 éve meghalt értünk, és ezzel megújította a világot. Ő ma is szenved az emberiségben, az egyházban. Valójában mindannyian naponta személyesen találkozunk a kereszttel szenvedéseinkben, fájdalmainkban. Azért járulunk most eléje, hogy megtanuljuk mindig felismerni őt. A kereszthódolatnak két formája lehetséges. Először térdet hajtunk a kereszt előtt, majd vagy megcsókoljuk Jézus lábát, vagy pedig ujjainkkal megérintve azt, keresztet vetünk magunkra. Oh.
A záró könyörgés helyettesíti ma az áldást, amely után némán távozunk a templomból. Őrizzük meg lelkünkben ezt a belső hallgatást, hiszen nagy péntek és nagy szombat a keresztények számára a csend, az elmélkedés, a halott Krisztus melletti virrasztás ideje. Ez az év egyetlen olyan szombatja, amelyet együtt ünneplünk a zsidók választott népével azáltal, hogy nyugalomban töltjük. Holnap délután 5 órakor a tűzszenteléssel kezdődik a feltámadás ünneplése. Ez az év legfontosabb szertartása, ezt, ha egyetlen mód van rá, nem ulasszuk el, sőt, biztassunk másokat is, hogy jöjjenek el. Igyekezzünk pontosan érkezni. Könyörögjünk. Mindenhat örök Isten, Te Jézus Krisztusnak áldott halálával és feltámadásával megváltottál minket. Őrizd meg bennünk irgalmad művét, hogy ebben a szent misztériumban részesedve neked szentelt áldozat legyen egész életünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Mennyei Atyánk, szent fiat halálát a te néped saját feltámadásának reményében ünnepelte. Kérünk, áradjon népedre bőséges áldásod, nyerjen bocsánatot, részesüljön vigasztalásban, szent hite növekedjék, és jusson el az örök üdvösségre, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.